A színház nagy színpadán tartotta a 37. évadának 38. társulati ülését a Győri Balett. Az együttes tagjait Rózsa Völgyi László üdvözölte, megköszönve mindazt a fáradhatatlan munkát, melyet az elmúlt években már megszokhatott a közönség a csapattól. Remélem feltöltődve és hogy ígérték tavasz gyár elején, kipihenve térnek vissza, bár tudom, hogy elképesztő nyáron vannak túl, hatalmas sikerekkel. Azt is tudom Jánostól, nyáron többször találkoztunk Jánossal, megdolgoztak minden egyes előadásért, és úgy hallom megtapasztalhatták külföldön azt is, hogy a csúcson mindig van hely, de sosincs annyi, hogy le is ülhessünk. Rózsa Völgyi László az izraeli turnéra utalt, mikor is 18 ezer néző látta a győri táncosok előadásait. Utazásból pedig az idei évadban sem lesz hiány, hiszen Olaszországban és Németországban már biztosan fellép a társulat, úgy, ahogy számos hazai színpadon is bizonyíthatnak. Például az első két egyfelvonásos darabból álló előadásukkal, az Egyensúllyal, mely Cayetano Soto, Uneven és Velekei László a Terem című produkcióját tartalmazza. Alkotóként nagyon fontos számomra, hogy mindig olyan perspektívát tudjak mutatni a közönségnek, a nézőinknek, ami egy kicsit új szemszögből mutatja be a táncművészetet. A Terem című produkciónk is egy ilyen bemutató lesz, és hál' Istennek ez olyan befektetőket és támogatókat is vonz, mint a Szerencsejáték ZRT. Az Egyensúly a társulat számára is nagy kihívást jelent, hiszen egy teljesen új stílust láthat majd a nagy érdemű. A táncművészetnek a legnagyobb erénye, és azért lehet úgy igazán szeretni, mert szabadon tudja, hagyja a nézőket, hogy mit képzel bele. Nem kényszerítjük rá, hogy ez most csak... Mindenkit másképp érint meg. Nagyon érdekes, hogy az Uneven, ami majd az első felvonás lesz, mit adott az egyik művésznek. Most épp a színészekkel beszélgettem, akik látták ezt a kis rövid bemutatót. Az egyik színészt is másképp érintette, a másik nézőt is másképp érintette. Egy darabot láttak, de mégis az érzés, az mégis más volt. A Győri Balett az ifjú közönségről sem feledkezett meg. Gyerek darabjukkal ezúttal Lázár Ervinre emlékeznek majd. Kis János a pénteki találkozó végén az együttes új tagjait köszöntötte, majd Pálmai Andrást, aki immáron 25 éve tagja a társulatnak.